Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, az ő szív üzenete. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Itt ez a kártya jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Itt vannak tervek. Az út jelenti itt az ő élet útját. Lesznek változások. Szeretné azt, ha itt kivirágozna valami. A gondolata az itt látható. A szív jelenti a szerelmet kettőtök között, vagy a szeretetet, és ő ennek tudatában van, hiszen ez az ő gondolataiban jelenik meg. Az érzelmeit itt látjuk. A kutya az jelentett háziállatot is, de ami a párkapcsolatot illeti, jelenti a hűséget. Hogy ő hűséges hozzád, vagy elvárja azt, hogy te légy hűséges. A kutya jelentheti a baráti kört is, és mivel itt a gondolataiban megjelenik a szerelem, lehet, hogy felvállal téged, és találkozol a barátaival, az ismerőseivel. De én úgy gondolom, hogy itt a hűségről van inkább szó. Mit közöl veled? Itt látható a nap, ami jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy a te kisugárzásodat. Amit a nap még jelenthet egy találkozás, hiszen a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, mint például téged, hiszen látni akar téged. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, és kimondja a valóságot. Mit szeretne közölni veled, de ezt nem mondja ki, erre utal a fa. Ez jelentheti azt, hogy kell még türelem. De nem akar téged várakoztatni, így ezt nem mondja ki. Mert egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. Amit a fa még jelenthet, a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni, és így érzi magát, ha együtt vagytok. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, lehet, hogy ő volt beteg, vagy valaki a családban, de ezt eltitkolja. Hogy lát téged? Erre utal a ház, az jelentheti azt, hogy házias vagy, úgy törődsz a környezeteddel, szorgalmas vagy. A ház jelenti a biztonság érzetét és az alapokat, hogy számodra mennyire fontos a biztonság érzete. Nála is így van, hiszen nálad le tud itt gyökerezni, de ezt nem mondja ki. Vagy a ház jelenthet egy tervet, egy közös otthon tervezését. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a horgony, újra a biztonság érzete, hiszen ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni, le tudtok horgonyozni. A horgony gyakran jelenti a munkahelyet, lehet, hogy együtt dolgoztok, vagy az a terve, hogy együtt kiépítsetek valamit. És ez volt ez a szerelmi jóslás, az ő szív üzenete. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Susanna Medici, ahol megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!